5 nap a közösségépítésről, a felhőtlen szórakozásról és a cukorbetegséggel kapcsolatos ismeretek bővítéséről szólt a diabeteszesen sarkadi táborban a Békés Vármegyei Központi Kórház gyermekdiabétesz gondozója szervezésében. A diabétesz Erzsébet táborokban országosan mintegy 600 egyes típusú cukorbeteg gyermek nyaralhatott az idén. Békésben 24-en táboroztak, a gyermekkori diabétesz mellett más betegségben érintettek és egészséges társaik közösen. Jámbor Jászmin másfél évesen lett cukorbeteg. A nagyszalontai kislány rutinos táborozónak számít, itt tanulta meg többek között a diabétesz kezelését is. Egyedül tudom már megcsinálni a pumpát, beírni a szénhidrátokat, és hogyha kicsi, akkor megszólok tanítónéninek, és felhívja anyukámat. 4 évvel ezelőtt változott meg kisfia élete, mondta Janyik Andrea. Akkor lett diabéteszes Dani, és azóta aktív és lelkes táborozó. Ő egész évben a tábort várja. Nagyon-nagyon szereti, hogy itt ugyanolyan gyerekek vannak, mint ő. És nagyon-nagyon jól érzi magát köztük. A tábor kiemelt célja, hogy a résztvevő gyerekek játékos formában tapasztalják meg a diabéteszes élet teljességét, és közben egymást is jobban megismerhetik, fogalmazott Kolozsi Anita gondozóvezető. Az is sajátossága a diabéteszes vakációnak, hogy a gyerekek folyamatos orvosi felügyelet alatt állnak, így a szülők bátran elengedhetik őket ezekre az alkalmakra. Szinte észrevétlenül csempészik bele a napi programokba, például a szénhidrát számolást, vagy éppen a helyes inzulin adagolási technikákat. Kolozsi Anita elmondta, a családi nap szervezése a jövő szempontjából kiemelten hangsúlyos. Reményeink szerint jövőre bővül a kör, hogyha elviszik a gyerekek a jó hírünket, illetve a szülők is, akiket most ide várunk a családi rendezvényre, hogy megismerjék azt, hogy a héten mivel foglalkoztunk. Kis kiállítást hoztunk létre a munkatársaim, illetve a gyerekek segítségével, amely állomásokon megismerhetik a szülők, hogy mivel foglalkoztunk, hazavihetik a gyerekek a kis munkájukat, illetve bemutatjuk az új csapattagunkat, Edét is, aki a későbbiekben a jelképünké válik itt Békés megyében. Együtt Dióhéjban, diabeteszesen, azaz Ede a jövőben a Békés Vármegyei cukorbeteg gyerekek útját kíséri, aktív segítőjeként a közösségnek.